Kedves gazdatársaim, kedves méhészek és minden kedves egybegyűlt. Nagy utat tettünk meg, hogy elérjünk idáig, de még így is csak az utunk elején járunk. Itt állunk, gazdálkodók és méhészek közösen azért, hogy végre meghallják a hangunkat. Itt állunk, hogy megmutassuk, képesek vagyunk kiállni magunkért. Képesek vagyunk kiállni az érdekeinkért, ha már azok a szervezetek, akiknek ez lenne a dolguk, nem képesek bennünket képviselni. Ágazattól függetlenül nagy a baj. Nagy bajban vagyunk, mert úgy látjuk, hogy a munkánk nem ér semmit. Tisztességesen dolgozunk, és évvégére azt látjuk, hogy üres a számlánk. Nem kaptuk meg a munkánk bérét. Számolgatva az idei évet, azt a következtetést kellett levonnunk, hogy a tavaly horror áron vásárolt vetőmag növényvédőszer ára érdemben nem csökkent. A gázolaj ára az egekben, ehhez képest a termény ára 10 éve nem látott szintre zuhant be. Költségeinket csökkenteni csak a termőföldünk kizsigerlésével tudjuk. De ha ezt megtesszük, hosszú távon tönkretesszük gyermekeink jövőjét. A nehéz gazdasági helyzetünket tovább nehezítik az elképesztő adminisztrációs terhek. Ilyen Európa más országában nincs. Akkor, amikor az agrárminiszter Nagy István is elismeri, hogy 2023-as évben átlagosan hektáronként több mint 90 ezer forint volt a veszteségünk, nem értem, miért nem szólal meg sokakban a vészharang. Nem halljuk érdekképviseleti szerveinket, hogy hangosan felszólalnának a nehézségeink miatt, ehelyett kötelezően fizetendő tagdíjat emelnek. A mai rendezvényre meghívtam a magost is. Sajnos nem válaszolt. Hát ez lenne az érdekképviselet? Igen, a saját érdekeik képviselete. Együtt érzek azokkal a gazdatársaimmal, akiket folytogatnak az integrátorok. A nagy kiesés miatt nem tudtátok fizetni a számlákat. Most sokatok nem lát ebből kiutat. Tudom, hogy ebben a gazdasági helyzetben a tisztességtelen üzleti politikát folytató hitelezőitek szorongatnak. Ezért követeljük, hogy azonnal vezessenek be felszámolási és végrehajtási moratóriumot a bajba jutott gazdák érdekében. Követeljük, hogy úgy, mint Európa más országában, az igényelt támogatásokat azonnal fizessék ki, úgy, mint például a szomszédos Ausztriában. Ők már karácsonykor megkapták. Mi miért ne? Mert nem akarták megoldani. Követeljük a stabil jogi környezetet, mivel már nem tudjuk követni a fél évente változtatott földforgalmi törvényt. Elég abból, hogy a ránk vonatkozó szabályokat láthatóan előzetesen a szakmával nem egyeztetve, Facebook bejegyzésben, újságcikkekben látjuk, holott még a rendelet meg sem született. A támogatást szabályzó rendeleteket ne a szezon közepén módosítsák. Az, aki összevetni tervez, világosan tudnia kell, hogy milyen feltételek mellett fog gazdálkodni a következő évben. Ha mindezt hagyjuk, a vidéken lehetetlenül. Már eljutottunk oda, hogy 10 középiskolás közül 8 nem tervez Magyarországon a munkavilágába lépni, külföldön tervezi jövőjét. Magyarországban sem gondolkodnak már a fiatalok, nem, hogy a hazai agráriumba. Egy elkeseredett somogyi gazdatársam a következővel próbált egy jobb élet felé terelni gyermekét. Ha az agráriumba kezdesz, fiam, gondolkodni, most azonnal eladok mindent. Hát ez a jövő. Mivé lesz így ez az agrár országnak nevezett ország? Mi csak egy kiszámítható jövőt szeretnénk, nem más hátán, nem más kárán. Élni és dolgozni szeretnénk abban, ami az életet jelenti számunkra, az agráriumban.
Zárszóként szeretném megköszönni azt a sok biztatást, segítséget, amit az elmúlt időszakban kaptam. Külön köszönöm férjemnek, akivel közösen gazdálkodunk, hogy mindenben támogat. Küzdünk és harcolunk tovább, mert a túlélés a tét. Mondandómat egy ránk nagyon is igaz idézettel zárnám. Légy híve rendületlenül, hazádnak ó magyar. Ez éltetőd, s ha elbukál hantjával ezt akar. A nagyvilágon-e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, s halnod kell.